now vált föl. It is our fault. Of course we're worried about global warming. Absolutely. Yeah, I mean... A film főszereplője egy idős történész, aki a globális archívumban dolgozik. Egy olyan múzeumban, ahol az emberiség összegyűjtött emlékeit őrzik. A történész a jelenkorból származó archív filmfelvételeket gyűjt, amelyeken ma élő valós személyek történetei elevenednek meg. Bár a világ különböző pontjain élnek, mégis valamilyen módon mindannyiuk sorsa kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz, amelynek során a bolygó kietlen pusztasággá változott. Számos film készült már, amelyben az ember feléli a föld tartalékait és lakhatatlanná teszi a bolygót. Többnyire jól szórakozunk a moziban, de vajon kell valamit tennünk, amikor kilépünk a filmszínház ajtaján? A legfejlettebb és most már a legnagyobb fejlődő országokat is, valamint az Európai Unió tömörítő G20 csoport vezetői az amerikai Pittsburghben találkoztak a hétvégén. Több téma mellett a 2012-ben lejáró kiotói egyezmény folytatásáról szerettek volna politikai egyességet kötni, azonban ez nem sikerült. A decemberben esedékes koppenhágai klímakonferencia sikere ezért veszélybe került, figyelmeztetnek elemzők. Az EU soros elnöki tisztét betöltő Svédország miniszterelnöke Fredrik Reinfeldt Pittsburghben elmondta, még Koppenhága előtt összehívnának egy újabb G20 csúcsot az ügyben, akár videokonferencia formájában is. Reinfeldt szerint nem sikerült meghatározni a konkrét klímavédelmi célokat, és a kibocsátás csökkentés finanszírozásának módozatairól sem volt egyetértés a tárgyalóasztalnál. A találkozó előtt a Greenpeace aktivistái az egyik városi hídon óriási transzparensként fügtek az oszlopokról, hogy az országok vezetői végre tényleg tegyenek valamit a klímaváltozás ellen. Most már tudjuk, sikertelenül. Talán az ENSZ illetékesei felfigyelnek az aktivistákra. Ma kezdődött el ugyanis Bangkokban az a több mint 1000 főt számláló tanácskozás, melynek résztvevői a decemberi koppenhágai csúcs találkozó szerződéseinek finom hangolását végzik. A 12 napos maratoni tanácskozásnak konkrét eredményekkel kell véget érnie, amennyiben az országok vezetői komolyan meg szeretnék állítani a globális felmelegedést. A tárgyalások már régóta fájdalmasan lassúak. Ahogy az egyik felszólaló rámutatott, komolyan kell törekednünk a káros gázok kibocsátásának csökkentésére. Az Európai Bizottság delegációjának vezetője a fejlődő országok képviselőit sürgette, hogy mielőbb vállaljanak részt a klímaváltozás elleni harcban. A fejlett országok nem képesek egyedül megvívni a harcot, és a fejlődő országoknak is szükségük van a hasznos közreműködésre. A környezetvédelem és a globális felmelegedés elleni harc egyik példaképe Svédország. A svéd kormány 2006-ban döntést is hozott arról, hogy megkezdi a közúti közlekedés leszoktatását az olajról. Az akkori miniszterelnök Göran Persson a 2020-as évet tűzte ki célul, mint az ország nem megújuló üzemanyagoktól való függőségének végét jelentő dátumot. A volt svéd miniszterelnök jelenleg klímanagykövetként járja a világot. A legutóbbi budapesti látogatásán arról beszélt, hogy szerinte az ENSZ jelenlegi rendszere nem képes az egyik legnagyobb biztonsági kockázattal járó fenyegetés a klímaváltozás kezelésére. Ezért szerepét rövidesen egy új szervezetnek kellene átvennie, amely lehetne akár a G20 is. Doesn't look so good. And the problem with the financial crisis. A helyzet nem túl rózsás, ráadásul a globális pénzügyi válsággal kapcsolatos problémák miatt számos kormány nem igazán mer a környezetvédelem és a klímaváltozás terén újszerű, bátor és kezdeményező programokat indítani. Sajnos egy valami viszont egészen biztos. A klímaváltozás léte tagadhatatlan, a folyamat jelenleg is zajlik, és valamit tennünk kell ennek megállítása érdekében. Meglehetősen pesszimista vagyok a jelenlegi helyzettel kapcsolatban.